Ezúttal otthoni körülmények között fogunk karácsonyi portrét készíteni. Szia, én Ihász Ingrid vagyok, és hogyha érdekel a fotózás és az utómunka, akkor kövessd a csatornámat. Az otthoni fotózásoknál az egyik legnagyobb gond az szokott lenni, hogy nincsen elegendő fény, ezért érdemes az ablak mellé helyezkedni a fotózáshoz. Az egyik megoldás, hogy kihasználod az összes fényt, tehát minden redőny és egyéb legyen felhúzva. A másik pedig az, hogy megpróbálod irányítani a fényeket, például valamelyik redőnynek a leengedésével. Látható, hogy eléggé közel vagyok az ablakhoz, tehát a fények körülbelül 45 fokos szögből érkezik rám. Ugye lent a stúdióban tudtam a fényformálót mozgatni, itt erre nincsen lehetőségem, úgyhogy az egyetlen megoldás az, hogyha az alany helyezkedik a fényhez képest. Ha nincsen ilyen nagy ablak, akkor igyekezzetek úgy helyezkedni, hogy ne az alany mellett legyen közvetlenül az ablak, hanem inkább előtte. Természetesen itt is használhatunk az előtérben fényeket, ugyanúgy, ahogy a stúdióban. Mivel klasszikus portrékat szeretnék készíteni, elsősorban 85 mm-es objektívet fogok használni, illetve hogyha nincsen elég terem és mondjuk egész alakosat szeretnék, akkor jön képbe az 50 mm-es. Ezek a számok full frame kamerára vonatkoznak, hogyha APS-C, azaz kroppos géped van, akkor 35, illetve 50 mm-es objektívet ajánlok ehhez. Mivel kifejezetten olyan képeket szeretnék készíteni, hogy a háttérben a fények minél jobban elmosódjanak, nagyon kis mélységélességet fogok használni, tehát nagyra fogom nyitni a rekeszt, igyekszem telét használni, illetve közel megyek az alanyhoz. Mivel gyereket fogok fotózni, ezért 250-ed alá nem fogok lemenni az zárssebességben, sőt, inkább ennél gyorsabbat választok, ISO-ból pedig annyit, amennyi feltétlenül kell. Mivel a karácsonyfa ide a szoba sarkába van felállítva, olyan nagyon sok lehetőségem nem lesz a helyezkedésre, onnan szemből fogok tudni fotózni, illetve esetleg néhány ellenfényes képet fogok tudni készíteni. Hogyha úgy érzed, hogy valamilyen plusz fényre van szükséged, akkor elsősorban az ablak irányából érdemes azt elhelyezni, hogyha a lehető legtermészetesebb hatást szeretnéd elérni. Mivel a videó felvétel időpontjában itt eléggé kevés fény jön be kívülről, ezért el fogok helyezni egy LED lámpát pontosan az ablak irányából. Lehetőleg olyan időpontban fotóz otthon, amikor nem süt be közvetlenül a nap az ablakon, viszont elegendő fény azért érkezik. Amit biztosan nem érdemes használni, az a kamerának a kis vakuja, az nagyon pontszerű világítás, egy ilyen borzalmas kétdimenziós képet tudsz csak készíteni vele. Hogyha rendszervakut használsz, azt is érdemes levenni a gépről, és mondjuk egy állványról használni. Ha pedig nincs állványod, akkor például a plafonról is deríthetsz, természetesen akkor, hogyha fehér és nincsen nagyon messze. Én az ilyen képeknél jobban szeretem a karakteres világításokat, tehát nem fogom az árnyékos oldalt nagyon kideríteni. Hogyha a saját karácsonyotokat próbálod megörökíteni, akkor inkább a természetes pillanatokat próbáld meg elkapni a lehető legjobban, ne pedig pózokat erőltess. Jó téma lehet a fa feldíszítése, a karácsonyi ajándékoknak a megtalálása és kibontogatása, illetve játék az új dolgokkal. Most pedig nézzük meg a fotózást!
Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. Hogyha igen, akkor ne felejtsd el lájkolni és kommentelni, és kövesd a csatornámat.